Sziasztok, kedves barátaim! Keresek valamit, itt vagyok pont a világosság alatt, és valamit elveszítettem. Hát, hogyha megkérdezitek, de hol elveszítettél? Hát ott. Miért itt keresel? Hát, mert itt világosabb. Arról van szó, hogy hol van elrejtve a szeretet, hol keresünk. A testbe, vagy valahol máshol, vagy a finom fizikai testbe, vagy elmébe, vagy lélekbe. Nézzük meg! A test megszületik, megöregszik, csúnya lesz, vagy valamikor beteg lesz és meghal, vagy valamikor látjunk, hogy kisgyereket anyuka szereti, de ez a gyerek nem a legszebb gyerek a világon, de az anyuka számára az ő gyereke a legszebb. Valamikor látjunk, mikor házasodnak fiatalok egymáshoz, akik nem a szépség versenynyerők, és ez nagyon sokszor történik, akkor végül gondolkodnak, hát ebbe az ember, amit lehet szeretni. Semmi szépség nincs. Ez bizonyíték arról, hogy az ember, amikor egy másik emberrel találkozik, vagy egy állattal, akkor ott a lelki kapcsolat van. A szeretet az a lélekben van. De mondhatjuk, hogy lehet építeni szeretetet a test szinten, valamikor a elme szinten, de valamikor a lelki szinten. A testi szinten kapcsolat, vagy a szeretet az ideiglenes általában, vagy ha hónapig tart, vagy amikor másik meg fog betegedni, akkor már ott hagyja. Képzeljétek el, pont van egy jó történetem, ami nemrég egy ismerősömtől hallottam, mesélte. Egy hölgy, egy lány, egy fiatal. Ukrajnából jött, tudjuk, hogy ott van a háború helyzet, és azelőtt, mielőtt jött Magyarországra, egy balesetet szenvedett, és eltört a lába, és végül orvosok azt mondták, sose fog tudni újra járni, tolókocsis lesz. Neki volt egy barátja, aki készült feleségül venni, és mondta neki baleset előtt, ó, kedves barátnőm, örökké veled vagyok, veleszek téged feleségül, bármi, ami van, mindig melletted maradok. És amikor megtudta, hogy barátnő kórházba került, és sose fog járni, akkor ott hagyta és elszaladt. De van egy jó hírem, hogy ez a kedves hölgy átment egy pár műtéten, és fog járni, de közben kiderült, milyen szeretet szinten olyan test, szeretet szinten volt a vőlegénye. Akkor van az érzelmi szinti kapcsolatok, vagy a finom fizikai test. Ez is csak egy ilyen felszíni kapcsolat, ami nagyon gyorsan fog változni. És ezen a szinten még sokkal nagyobb traumát is okoznak, amikor ott próbálnak szeretet építeni, mert nincs ott a szeretet, csak úgy tűnik, és sokkal mélyebb traumát okoznak egymásnak. Ezért a védikus írás megmagyarázza, hogy igazi szeretet, ami örök, ami sose fog okozni csalódást, ez a lelki, mert a léleknek a természete Sat, Chit, Ananda. Már maga a lélek, ez már maga szeretetből áll. Persze, amikor lélek kerül ebbe a világba, akkor le van fedve finom fizikai energiával, finom fizikai testtel, durva energia elemekkel. Ezért mindig fog hiányot tapasztalni. Mindig fog érezni, hogy elégedetlen vagyok. Nem lesz nekem elég ebből, nem lesz elég abból, és csak hajtja magát, hajtja az ember, mikor mondanak, hogy oké, 5 perc múlva bezár a bolt, és akciónak mindjárt vége, akkor mindenki szalad az akciót, mert nekem nem lesz elég. Igen, amikor próbáljuk pótolni lelki szeretet, testi vagy pszichikai, akkor mindig elégedetlen lesz az ember, és nem lesz boldog. Viszont az a szerencsés ember, aki lelkileg megvalósított és elérte a lelki szeretetet, nagy szívvel rendelkezik,
és ő képes mindig adni. Ő neki nincsen ez a hiány érzete, ilyen ember mindig adni akar, és akkor boldog, mikor mások boldogok. Írjátok kommentekbe, ti erről mit gondoljátok, milyen tapasztalatotok vannak nektek, pozitív vagy negatív, testszeretet, elme, pszichikai, finom fizikai szeretet és a lelki szeretet. De elmondom egy titkot, hogy a lelki szeretet még sokan is elfogadják, de alig van valaki, aki érti, miről van szó. Mert ez egy folyamat, ezt megérteni. Rendben, írjátok a kommentekbe, ti mit tanultok róla, lájkoljátok a videót, és ne felejtsétek feliratkozni csatornára. Köszönöm szépen, Hare Krishna!